Sziasztok, Instán Storyban ígértem egy ilyen becsekkolós, bejelentkezős Mi van most videót, meg még ígértem régebben a készletkisöprés kapcsán is. Ez a videó lenne az, ha sikerül. De ha ezt látjátok, akkor sikerült. Ha kinézek oldalra, az azért van, mert ott van a két kutyám, aztán ők inkább majd maxol figyelni kell rájuk. Na, sziasztok! Remélem, hogy jól vagytok ebben a 40 fokos áprilisi tavaszi napban, vagy napon. Én alapvetően iszonyú jól vagyok, de fáradt vagyok. Ezt láthatjátok a fejemen, vagy a megfogalmazásaimon is. Három témáról szeretnék beszélni. Először a készletkisöprésről, aztán a tervekről, és aztán a harmadik meg az, ami miatt egy picit eltűntem most hétvégére, meg a következő időszakban egy kicsit ilyen hektikusan leszek jelen itt a social médiában, meg egyébként is. Szóval a készletkisöprés az ugye arról szólt, hogy egy hónapig bármilyen kurzusom, az kvázi flexibilis áron volt megvásárolható. A dealnek az volt a másik oldal, szóval a vállalás a ti részletekről, hogy adott időn belül kellett egy részletes visszajelzést adni. És az volt számomra fontos, hogy a részletes visszajelzés az ne ilyen ömlengés legyen, hanem valós megélések és valós kritika, hogyha van. És nagyon sok kérdés érkezett, hogy ez miért volt, meg hogy nekem milyen volt így erről az oldalról nézni ezt az egészet. Nos, még nem kaptam meg minden visszajelzést, mert még azért bőven tart, még nagyjából egy hónap, sőt, még lehet, hogy annál is több, mire mindenki végezni fog mindennel, amit vállalt. Viszont folyamatosan érkeznek a visszajelzések. Mindjárt erre is kitérek, de hogy közben az egy hónap alatt, amíg tartott ez az akció, vagy nem tudom, minek nevezzem, borzasztó érdekes volt erről az oldalról magamra tekinteni lényegében. Én sosem voltam az, aki árral akar versenyezni, vagy árral akar kommunikálni, és a lényeg az most sem ez volt igazából. De az tök őszinte vagyok, hogy okozott bennem ez feszültséget. Okozott bennem az, mit egy ilyen első pillanatban rossz, vagy nem rossz, nehéz érzést, amikor láttam, hogy bizonyos esetekben például mekkora különbség van az általam szabott ár és a kifizetett között. Ugyanakkor az viszont ilyen iszonyatosan jó volt, és ez volt az egyik célja a készletkisöprésnek részemről, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva, ilyen anyagi meg energia flow áramlás érzés volt, vagy áramlás megtapasztalása. És azt éreztem, hogy így a tél végével nekem így szükségem van egy ilyen, nem is tudom, ilyen energia boostra. És így nem csak anyagilag volt ez számomra fontos, nyilvánvalóan anyagilag is, szóval én ezzel tök jól jártam. Ez nem titok, azt gondolom. De valahogy az elengedés és ebből következő visszaáramlás, meg az adáskapásnak az egyensúlya, meg ilyenek. Na most kijött a szomszéd kutya, narálom nektek, és nem az enyémek most nyugodtak, mert még nem vették észre. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon jó volt. A visszajelzések, amik elkezdtek érkezni, azok egyrésztről baromi jól rávilágítanak arra, hogy mi érték számotokra. És az a nagyon-nagyon-nagyon szuper ebben, hogy az, ami számomra is. Most ez nyilván nem egy ilyen, wow, hát nyilván azért tanulsz tőlem, mert értékesnek tartod azt, amit és ahogy csinálok. Viszont ez így részletekben menően is, az, hogy szeretnétek érteni a dolgokat, az, hogy konyha nyelven szeretnétek érteni a dolgokat, hogy nem varázslást kerestek, hogy gyakorlati tudást is szeretnétek. Az, hogy azt így 99%-otok visszajelezte, hogy mennyire elképesztően felszabadító az, hogy ezek a videók nagyon közvetlenek, nem szerkesztettek, nem vágottak, ember maradok benne úgy is, hogy egy adott témáról aktuálisan, amiről beszélek, valószínűleg többet tudok, mint te, de hogy
nincs egy ilyen érezhető hierarchia, és ez számomra marhára fontos, hogy így maradjunk emberek, ha te vagy a, nem tudom, Nobel-díjas feltaláló, az orvos, a tanár, a bárki, rendőr, minden esetben. Mimi, gyere vissza, azt. És hogy ez a természetesség, ami átmegy a videókból, hogy ez számotokra nagyon sokat ad, mert emiatt, részben emiatt nagyon könnyen elsajátíthatóak azok a technikák, azok a dolgok, sokkal könnyebben bemennek, amiket szeretnék átadni, meg amiket ti nyilván szeretnétek megtanulni. Szóval ez nagyon-nagyon-nagyon jó. Érkeztek kritikák, vagy hogy mondjam, én kritikai észrevételek is, és elképesztően hasznosak voltak, mind ami eddig érkezett. Én azt csinálom most egyébként ezekkel, hogy szépen nem morogja a mimóza, jó? Nyugi van. Nagyon ügyes vagy. Én ezeket most kigyűjtöm, a kurzusra csoportosítva a pozitívakat, meg a negatívakat, vagy a fejlesztendő területeket, és amikor minden megérkezett, akkor fogom összesíteni, változtatni esetleg a kurzuson, hozzárakni, elvenni belőle a összevonni dolgokat. Szóval, hogy Szászónak is egy a vége, elképesztően hasznos volt ez számomra, és nagyon hálás vagyok nektek a bizalmatokért, meg a befektetett munkátokért. És azt olyan érdekes megtapasztalni, hogy az, hogy visszajelzést kell adni, az nagyon sokatoknak adott egy pluszt a tanfolyamok elvégzésénél, egy ilyen plusz külső szemet, amivel a ti tudásotok is egyébként mélyült. És szerintem ez elképesztően jó. Fogok erről még mesélni majd. És hamarosan, remélem, kialakul majd az új kurzus struktúra, meg az új dolgok, meg stb. Szóval köszönöm ez a készletkisöprésről. A második nagy téma, amiről szerettem volna nektek mesélni, az a hogyan továbbról, és így első körben, vagy elsősorban én arra szeretnék fókuszálni, hogy olyan gyakorlati eszközöket adjak nektek, amiket így a hétköznapok során, ez így az alap, így a hétköznapok során tudtok tenni a saját idegrendszeretek és agyatok egészségért, mert ez az is jól működésért, mert ez az, ami megengedi azt, hogy minden területen jobban működjetek, testileg, mentálisan és lelkileg is. És ehhez lesznek majd oktatóanyagok, mármint hogy elméletek, meg ehhez lesz egy csomó gyakorlati dolog. Ennek volt az első pici része az életmód és idegrendszer workshop, amihez egyébként még hozzá tudtok jutni a visszanézős verzióhoz, és most fogok majd a résztvevőknek most, hát amikor időm lesz rá, elküldeni egy ilyen hát kettő kiegészítő anyagot, jogaórákat, illetve egy ilyen idegrendszeri, nem tudom, bingót, totót, nem tudom, mit, 30 napra, hogy melyik nap mit csinálj, és figyeld meg, hogy hogyan reagál rá a tested, a lelked, az szellemed, az elméd, és szóval, hogy hogyan tud tényleg úgy átalakítani a hétköznapi tevékenységeidet nulla efforttal lényegében, hogy az kedvezzen az idegrendszered működésének, az agyad működésének, és ezáltal mindened jobban működhessen. Meg most majd szeretnék felvenni egy videót, ami ingyenesen mindenki számára elérhető lesz arról, hogy hogyan is irányít az agyunk az idegrendszerünk alapján, és hogy miért ezzel érdemes először foglalkozni, hogy tényleg minden kvázi fejben dől el, de nem úgy, ahogy elsőre hangzik. Szóval nem úgy, hogy arra gondolok, hogy nem tudom, nem leszek beteg, és nem leszek beteg. Vagy valami pozitív, arra gondolok, hogy lesz egy, nem tudom, flamingó a kertben, és akkor itt megterem egy flamingó a kertben. Remélem nem lesz. Én nem gondolok erre, mert véletlenül még ez is bejön. Itt nálunk állatlétszámstopp van, nagyon erősen, zárójelbe zárva. Szóval ez az, amit a közeljövőben várhattok tőlem. Illetve az online tartalmak átstruktúrálása. És akkor, hogy offline mi lesz, azt majd meglátjuk, az nagyon sok mindentől függ. És akkor a harmadik nagy téma, hogy én most őben voltam hétvégén, sokan voltatok nálunk Kapolcson a házunkban, volt, aki ott végezte az oktatóképzését, volt, aki magánban volt, volt, aki workshopon volt, volt, aki a specialty kávézónkban volt, volt, aki meg csak chillálni volt. Szóval tudom, hogy nagyon sokan ismeritek és szerettek a kalapos házat, meg a kalapos kertet, mi is. És hogy nagyon sokáig úgy tűnt az utóbbi két évben, hogy meg kell tőle válnunk. És ez borzasztóan nehéz folyamat volt. És én tavaly szeptemberre jutottam el oda, több mint fél év, nagyon, nagyon durván ismereti
nem tudom, mi repülés, nem tudom, miután ebben a témában, hogy ki tudtam mondani azt Marcnak, hogy oké, okay, ebben a helyzetben, amilyen alternatívákat ismerünk, amik a lehetőségeink, amik, és amik a terveink az életre, valóban. Ki tudom mondani azt, hogy adjuk el az ingatlant. Így azt éreztem, hogy a szívem szakad meg, de hogy ki tudtam ezt mondani, és ez is egy ilyen elengedés. Én amúgy az elengedésekben jó vagyok, de például ez kegyetlenül nehéz volt. És most voltunk lent Kapolcson egy hétig, és rendbe raktuk a házat, és az volt, hogy befotózzuk az eladáshoz. És most felcsillant egy reménysugár, egy pici hajszálnyi, hogy mégse kell eladni, ha én most nagyon sokat dolgozom érte, vele, egy új projekten, mesélni fogok majd róla, de még nem szeretnék, mert még rengeteg dolog van vele, akkor lehet, hogy meg tudjuk tartani. És ebből amúgy ti nagyon sokat profitálhattok majd, ha szeretnétek, hogyha ez a mi tulajdonunkban marad, szóval kérem a drukkot, meg fogok majd mesélni még pár hét, mire ez olyan állapotba kerül, hogy eldől, hogy ez valóban sikerül-e, vagy nem. De mindenki fogok rá mesélni, mert vagy azért, mert megmaradt, vagy azért, mert ki szeretné megvenni. Ez egy... Az a telek és ez a ház, az valahogy ott valami gyógyító energia, ott valami van, amitől nagyon-nagyon különleges, és bárki, aki oda jön, az ott akar maradni. Nyilván mi is, én is. Nem is kérdés. Most nagyon-nagyon azon vagyok, és ez jó sok munka lesz, de, és ettől nagyon félek, mert teljesen új típusú munka, de hogy én nagyon szeretném, hogyha ez a miénk maradhatna. És addig, akkor ezt is érzem, hogyha nem jön ez össze, ami lehet, abszolút lehet, akkor viszont így egy ilyen belátással fogom tudni tovább engedni és elengedni, hogy megpróbáltam mindent. Mert most az volt még bennem, hogy okay, így agyban felfogtam, hogy lehet, hogy ez lesz, hogy el kell engednünk, de nem éreztem azt, hogy mindent megpróbáltam. Nekem ez fontos, valamiért. És most ezzel azt érzem, hogy ez lesz. Szóval ilyenek vannak. Amúgy meg gyönyörű ez a tavasz, és nagyon sok jót hozott eddig az én életembe. Remélem, hogy a tiétekbe is. És igen, ja, még egy dolgot csinálok, ugye az alvás időben, nem tudom, melyik ötök követi már Marcival közös új kis, nem is tudom minket, projektünket, az alvás időben oldalt, instája van, meg honlapja. És ez arról szól, hogy olyan játékokat osztunk meg, amiket a kisgyerekes szülők a gyerek alvás idejében tudnak játszani, hogy valahogy a kisgyerekes szülők kapcsolatába vissza tudják hozni a könnyedséget és a mosolygást. És valahogy organikusan, nem tudom, 6 vagy 700 követőnk van, már nem tudom, sokakkal beszélgettünk, és így organikusan alakultak a beszélgetések, és hogy így mindenki az első ilyen úristen, ez nagyon jó után, így a szexre meg az intimitásra lépett tovább, és hogy legyen arról is szó. És erről hírleveleket írunk, ami rossz, hogy szexről hírlevél, na mindegy, szóval, hogy leveleket írunk. Most már a következő az már majdnem kész van. Jó hosszúakat, szóval ezek ilyen 2A4-es oldalnyi tömény dolgok, nem ilyen felszínes izék, azért hosszú időbe telik, és én is csak alvás időben érek rá, ugye, mindenre. És hogy most egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű, de nagyszerű ilyen érzelmi és fizikai intimitásos programot raktunk össze, és hogy az a célunk vele, hogy tényleg ilyen potom pénzért eljusson az összes, nyilván nem, de hogy nagyon sok párhoz, akik, nekünk ugye az elsőleges célcsoportunk most a kisgyerekes szülők, mert mi is azok vagyunk, de ez igazából teljesen mindegy, szóval lehet friss pár is, vagy hogy mondják ezt, meg lehet, nem tudom, nyugdíjas nagymama, nagypapa is, akkor is én azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos lesz. Hogy eljusson nagyon-nagyon sokakhoz, mert elképesztően sokat segítenek ezek a módszertanok. Pont a mondat végén leviszem a mondatot, leviszem a hangsúlyt. Igen, szóval ezek vannak, jó sok minden.
És hát akkor így szépen, amiket ígértem, azokkal jelentkezem. Én nagyon-nagyon-nagyon örülöm, ez az, nagyon fáradt vagyok. Azért egy gyerekkel, két kutyával, csak ketten egy lakást, illetve házat, és egy 1000 pár száz négyzetméteres kertet összekapni, kiganézni, felújítani. Nem egyszerű, főleg, ha a gyerek most ilyen tazmán ördögöset játszik, és olyan aktív, hogy elképesztő, és mindenhol felmész, nem mindegy. Szóval, hogy fáradt vagyok. Szóval nagyon örömmel veszem, hogyha beszélgetünk, hogyha kapcsolódtok, visszajeleztek, kommenteltek, üzentek, stb. Egyébként hol tartotok, mi érdekelt titeket? Ilyesmi, mert nyilvánvalóan ez az egész, amit folyik online, meg offline is, az azért van, hogy nektek jobb legyen, és ezáltal nekem is jobb legyen, és nekem baromi jó az, hogyha nem beleunok abba, amit csinálok, hanem adtok új kihívásokat, adtok új kérdéseket, adtok új gondolkoznivalókat, új perspektívákat, amikre én felkészülhetek, amikkel én foglalkozhatok. Nem szeretem az ismétlést. Szóval ezért köszönöm, vigyázzatok magatokra, és akkor úgyis találkozunk online, vagy offline, vagy valahogy. Sziasztok!